Sziasztok, ez itt újra a Paszka játékbár, és az utolsó Diablo 3 videó láthatunk. Tőlem, amely Diablo Reaper of Souls kiegészítőnek későbbi részét mutatja be, illetve egy pillantást arra, mi ránk az Adventure mód van. A Diablo 3-nak még lehet, hogy ezt kiegészítél, akkor lehet, hogy mesélek róla. Bemutatom egyes részeit, illetve bemutatom magát az új kéket is, de addig is ez mindenképp az utolsó videó lesz. A kiegészítőnek túl a felén látszik ez a videó részlet, és azt akartam mondani nektek, hogy egyrészt milyen területeket találhattok itt, illetve milyen erős ellenfeleket, illetve azt, hogy mennyire erős már az ember 60 fölött. Ugye itt már 63-as vagyok, 64-65-es szintig azt hiszem elmegyek a videóban, és azt is láthatjátok, hogy a Blizzard erősen vett saját magától elemeket, illetve lopott jellemzőket a StarCraftból és valamelyest Warcraftból is, de inkább a StarCraftból. Nagyon sok lény azon a Pandemonium területen totál zergekre hasonlít, ellentétben a Diablo 2 nagyszerű Pandemoniumával és nagyszerű ellenfeleivel. Itt nincs olyan sok jó nagyszerű ellenfél, szerintem sem a jó táj sem, mint az ottan lévő Pandemonium volt. Legalábbis ennél a konkrét Battlefields of Eternity-nél ez a helyzet. Ezen kívül nagyon sok lény az Alienre hasonlít. Tehát valószínűleg innen is merített a Blizzard. Ez egy kicsit negatív, de viszont látványos a terület. Meg kell hagyni, az öregecske engine-ből azok kihozták, amit lehetett. Továbbra is nagyon sok lényről megismerünk információkat. Néha humorosan, néha komolyan. De akár kénytől vagy másoktól. A kis segédem is már nagyon erős lett, ezt láthatjátok. Van, hogy egy kicsi csapásra megül már egy ellenfelet, és hatalmas pajzsa van. Hát föl lett erősítve ő is. Skillek terén a régek módosításait használtam, és nem volt olyan sok igazán jó új skill, mint amit szerettem volna. Egy teljesen új skill van, amelyet fejleszthető egészen 70-es szintig. De sajnos nagyon lassú a cooldownja, bár valószínűleg lesz majd egy olyan rúnája, amelyel ezt csökkenthetjük. Az ellenfélek sokkal erősebbek lettek, főleg HP-ben, de azért damage-ben se gyengék, főleg a különböző ilyen mágikus sebzések terén, fagy, jég, villám, tűz és egyebek, méreg. Nagyon sokat erősödtek, de főleg HP-ben erősek már a lények, és sokszor az alaplények is, de az erőket még mindig könnyű leverni. Nagyon sokszor jellemző ebben a részben az, hogy nem csak hogy külak része kizergetnek az ellenfelek, hanem nagyon sok kicsi zerg-szerű lény támad egyszerűen minket rásul nagy tömegben. Ez is meg aztán idézi. A játék expert nehézsége igazán itt kezdődik el nehéznek érződni. Eddig olyan pont megfelelő volt, néha volt nehezebb rész, úgy éreztük, hogy ez most kicsit megnehezítette játékmenetünket, viszont ebben a Battlefield Eternity-ben már mindenki érezni fogjuk azt, hogy milyen az expert fokozat, olykor többször is meghaltam már, bár igaz, az annak is betudható volt, hogy kicsi helyen volt egy boss, és még kék lények is voltak egyszerre, tehát elitek, így már ezek kicsit durvák voltak alapból is, de úgy, hogy kicsi a hely, hát így meg főleg ugyanolyan véletlenül generált helyszínek azon a pályarésznél is előfordulnak, mint a legtöbb ilyen pályán. Itt általában elég rövidek, kicsik ezek a barlangrészek, nem olyan hosszabb, mint az előző részben, vagy az előző videóban, amiket mutattam. De azért kellően jól megalkotottak. Fogtok látni jó pár eventet, illetve ilyen gyors, nehéz elit vagy boss harcot, amelyek ugyanúgy föltűnnek az Adventure módban is, csak még jobban randomizálva, és bármelyik akt területen elérhetjük ezeket, ellentétben mondjuk az itt fixen lévő helyen, lehet, hogy majd az akt 3-ban találkozunk ezzel a helyen az Adventure módban. De egyébként tökre ugyanaz, csak ott kaptok bounty-kat, illetve különböző egyéb olyan rewardokat, jutalmakat, amelyekkel magatokat erősítettek, illetve
különböző ranglistán előléphettek, még erősebb tárgyakat kraftolhattok, különböző skilljeiteket, illetve damage-öteket növelhetitek, különböző statjaitokat. Ugyanígy láttuk a videó végén egyébként egy riftet, amit ugye nem így hívnak ezen a pályán, de ugyanígy néznek ki majdnem a riftek az Adventure módban, amely a kiegészítő kivitel után 60-as szint fölött élhető el. Ezek a riftek én teleport kapuk, ezt majd látni fogjátok, amely mögött egy elég nagy pálya, vagy egy közepes pálya, akár kicsi is várhat, jó nagy jutalommal végén és bosszal, vagy legalábbis egy nagyon erős elit csapattal, lényeg, hogy valószínűleg egy boss van a végén, és ezt kell legyűrni. Expert fokozattól kaptok egyébként több bántit, illetve több ilyen jutalmat, mint a riceknél, illetve az Adventure módban, vagy alapban is. Egyébként negatív az Adventure módnak, az továbbra is az, hogy mi olyan, mintha megint végig mennénk a már addig talán 20-a végig taktokon, csak most már nem sorrendben, hanem hogy mi akarjuk össze-vissza ugrálunk rajta, és kapunk újfajta jutalmakat, de ittől még ugyanazt játsszuk el egyébként. Egy-két új lény kivételben az összes többi mind ugyanaz, mint az összes többi aktban láthatunk, szóval ez egy elég nagy újrahasznosítás, én úgy érzem. Aki persze imádja annyira Diablo 3-at, hogy még 100-200 óra után is azt tolja, loot, csak már a lootra és az újraláthatóságra kényezve, annak jó lehet, de szerintem másnak már nem nagyon. A érdekesség még ebben a pályában, hogy itt különböző worm-szerű lények is előjönnek, viszont már ezek is voltak, ha jól emlékszem, a harmadik vagy második aktban, most nem mondom, hogy hirtelen a másodikban szerintem. Tehát nagyon sok brutális boss, illetve ilyen elit lény is elő tűnik, akik akár meg is ijesztetnek a nagy méretükkel és erejükkel. Különböző eventek megtaláltok játékban, illetve egy kis mellék mini küldik, ebben láthatok most itt egyet, ebben a idézővéve barlangban, ami szó szerint teljesen az, de ilyen mellékhelyiségben, ami nem kapcsolódik a főszállalhoz, nem kapcsolódik a nagy térképhez, a mezős részhez, úgymond mezős, csatamezős részhez. Nagyon sok a scriptelt jelenet, ezek sem mindig jöttek be. A legrosszabb akciárfélve sokszor az viszi mélybe a játékot, mert húzásra viszik a scriptelt jeleneteket, vagy például a Doom 3-ban is láthattuk egyébként ezt, előre tudtuk, hogy honnan jön elő az ellenfél. És a Dragon Age 2-ben is az egyik idegesítő elem, az egyébként a hátul mögé teleportáló előtűnő örök rohamok, szörny csoportok voltak igazából, amelyek szintén idegesítőek voltak, és hát az ismétlődő pályának, amelyek szerintem a Diablo 3-ban is, mint már az korábbi videóban mondta, előfordulnak néha, csak nem annyira sűrűn és durván, mint a Dragon Age 2-ben. Kibuszoltunk egy ilyen helyet, egy utalom vár minket, és hát gyakorlatilag majdnem ugyanez van. Egyébként az Adventure módban is, csak más az utalom erősebb, illetve más egyéb dolgokat is kapunk. És hát a paragon szint is nő, ugye 70 fölött. Egyre jobban, minden nagyobb a nehézségi szint természetesen. Ez annál jobban fog módosulni. Nagyobb mértékekkel és arányokban. Minden a pályás szint azóta feladatunk, hogy egyrészt átjussunk a pandemonium középső részére, betörhessük egy nagy faltörőkossal a nagy kaput. Ezt egy mellékküldetés is erősíti, ha meg kell védenünk az egyik balisztát, amelyel oda mehetünk ehhez a területrészhez. Ahol is használhatjuk majd gondolom a faltörőkost, és ezt meg tudjuk oldani. Akkor utána tudunk menni ugye pályarészen, ez két ilyen részt le kell gyalulnunk, le kell pusztítanunk az ott lévő ellenfeleket, illetve meg kell szereznünk egy ilyen rohamrúna részletet,
pontosabban a két részletét, ezt összerakni, és utána mehetünk is a fajtörőkos fele. A melléküldetés felé érdemes megcsinálni, bár rohadtul nehéz a kicsi hely miatt, ott haltam meg a legtöbbször. Érdekes még ebben a videóban talán, hogy látni fogjátok, hogy különböző játékmechanikákat használja a Wizard, ugye, amit tettem volna a szörnyek esetén, van a raumozó zokszerű lények hoda, van a nagy állatszörny, olyan a taktikás szörny, ami gyors és érdekes képességekkel rendelkezik, és sokszor mindezeket együttesen zúdítja rátok a Blizzard, a Pyrészen, elitekkel vagy bosszokkal bővítve még kis pluszban. Azt is észrevettetek, hogy itt már 1000-2000-es aranyok jönnek szörnyektől, ez kell is, és itt már rohadtul drága a bolt, vagy a magas szintű kraken fejlesztés. A kovácsot már kimaxoltam, többieket meg majdnem. Ez valamit akartam mondani erről a videóról. További jó szórakozást, összezelődést kívánok nektek. Addig is egy más háttérzenét hallhattok, még a videó lejár. Úgy tudom tőletek, sziasztok!